Rangos előadók részvételével Várostérségek tér- és időmorfológiája címmel multidisziplináris műhelykonferenciát rendezett a Fejér megyei Civil Közösségi Szolgáltató Központ és a Magyar Tudományos Akadémia Veszprémi Területi Bizottság Gazdasági Jog és Társadalom Tudomány Szakbizottsága Székesfehérváron. Európa jövője műhelykonferencia sorozatot szerveznek minden Európai Uniós országban, úgy Magyarországon is, és minden megyében. Fejér megyében a Fejér megyei Civil Szolgáltató Közösségi Központ szervezi, és olyan témákat járunk körbe, mint a várostérségek, a szociális jogok, gyermekjogok, fiatalok helyzete, egészségügy. A mai konferencia itt a városoknak az átalakítása, jelenlegi helyzete. Ugye nagyon sokan költöznek be a városba, és nagyon sokan költöznek ki a városokból. Hogyan alakult ez? Mi befolyásolja a lakosokat? Mi okozza a változást? Ezt szeretnénk körbejárni. Mészáros Attila alpolgármester köszöntőjében kiemelte, Székesfehérvár számára rendkívül fontos, hogy a város és agglomerációs övezete olyan jövőképet mutasson a gazdaság és az itt élők számára is, amely lehetőséget ad, utat mutat a jövőbe. Mi azt gondoljuk, és azt is szeretnénk, hogyha minél inkább lehetőség lenne arra, hogy a város fejlődésével a környező agglomeráció is fejlődne, ezért nyilván továbbra is kiáll a város amellett, hogy a szolidaritási adót például jól lenne, hogyha nem is itt helyben, de mondjuk az agglomerációban vagy a megyében tudnánk elkölteni, visszaadni az ott élőknek, úgyhogy ezért fogunk küzdeni a jövőben is. A konferencián a városfejlődés számos fontos szegmensére is rávilágítottak az előadók, többek között meghatározták az éghajlatváltozáshoz alkalmazkodó városfejlesztés európai modelljének alapelveit, illetve mindazt, ami a 21. században fontos a város és a vidék kapcsolatának rendezéséhez.